Üzemet építenek, újabb cég fejleszt Nyírbátorban. Az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger beruházásával 400 új munkahely jön létre. Dönts jól, jövőd a tét. Tájékoztató előadások és gyakorlati bemutatók összesen 85 standon. Idén is várják az érdeklődő tanulókat a pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán. Kiszűrhető rendellenességek. Még általános iskolás korban is az 5 éves védőnői vizsgálat adatait veszi alapul az orvos, ha valamilyen betegséget vesz észre a gyermeknél. Újabb cég fejleszt Nyírbátorban. Az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger beruházásával 400 új munkahely jön létre. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A zöldmezős 3,1 milliárd forint értékű beruházást a kormány 858 millió forinttal támogatja. A cég jelenleg egy bérelt épületben gyárt, ám jövő nyárra elkészül a 8000 négyzetméteres új üzeme. Nyírbátor ipari parkjában több mint 20 cég működik, a település folyamatosan várja a fejlesztő és munkát biztosító cégeket, többek között a Rosenbergert is. 6 olyan multinacionális vállalatunk volt mindez idáig, aki a munkaerő foglalkoztatás részében a hozzáadott értékben a legnagyobb termelést nyújtotta, és ehhez kapcsolódik most újonnan a Rosenberger Magyarország Kft. Ezzel az új beruházással. Ez egy folyamatosan bővülő ipari park. Jelenleg azt tudom mondani, hogy terület zöldmezős beruházásra még rendelkezésre áll, itt igazából a munkaerőpiac az, ami meghatározza a jövőbeni fejlesztéseknek a lehetőségét. A Rosenberger több mint 20 éve gyárt Magyarországon az autóiparnak kábeleket, csatlakozókat. Az adatátvitelhez szükséges alkatrészek többek között navigációs, szórakoztató és biztonsági rendszereket támogatnak. A Bajor családi vállalat több mint 7000 munkavállalót foglalkoztat világszerte. Nyírbátori egyelőre bérelt épületében jelenleg mintegy 300-an dolgoznak. Tervünk az, hogy a polgármester hivatal és a polgármester úr segítségevel egy területet kimérni magunknak, ahol rövid időn belül a saját üzemünket tudjuk fölépíteni, üzembe helyezni, és a új kollégáknak új munkahelyeket biztosítani. Ennek a üzemnek a paraméterek már körvonalazottnak, körülbelül 8000 négyzetméteres lesz, ahol a többsége termelésterület lesz. A legmagasabb technológiával szeretnék ezt végrehajtani, és a tervünk szerint az jövő év közepéig ennek meg kell bajosuljon. A zöldmezős 3,1 milliárd forint értékű beruházást a kormány 858 millió forinttal támogatja. Az új üzem ezen a területen működik majd, a tereprendezési munkálatokat most végzik Nyírbátorban. Másfél millió forint értékű adózatlan cigarettát találtak bejárati ajtókba rejtve a NAV pénzügyőrei Záhonynál. Az ügyben orgazdaság miatt indult eljárás. A pénzügyőrök egy kis busz csomagterében bukkantak a két bejárati ajtóra, amelyeket tüzetesen megvizsgáltak. Gyanújukat az keltette fel, hogy mindkét ajtó a szokásosnál vastagabbnak tűnt. A speciálisan csempészetre kialakított ajtókba több mint 1500 doboz magyar adójegy nélküli cigarettát rejtettek el. A jármű vezetője azt mondta, hogy nem tudott az ajtókba rejtett dohányáruról, szívességből szállította volna azokat Milánóba. A pénzügyőrök az adózatlan dohányterméket lefoglalták, kiszabtak mintegy 3 millió forint vámigazgatási bírságot, valamint a sofőr ellen orgazdaság elkövetése miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. Tájékoztató előadások és gyakorlati bemutatók összesen 85 standon. Idén is várják az érdeklődő tanulókat a pályaválasztási kiállításon. Felnőttképző szervezetek, közép- és felsőfokú intézmények, valamint számos munkaadó is bemutatkozik Nyíregyházán a Continental Arénában egészen péntek délutánig. A rendezvény idén már 17. alkalommal segíti a diákok pályaválasztását. 39 középfokú intézmény, 13 gimnázium, 3 felsőoktatási intézmény, 23 munkaadó és 7 partner szervezet. Összesen 85 stand várja a diákokat a pályaválasztási kiállításon a Continental Arénában.
A rendezvény idén már 17. alkalommal segít a fiataloknak, hogy olyan pályát találjanak, amely megfelelő számukra és a térség munkaerőpiaci igényeinek is. Mindenféle megközelítésben nagy jelentőséggel bíró rendezvény, hiszen visszatükröződik benne a kormányhivatalnak az a küldetése, hogy a munkaerőpiaci kívánt egyensúlyt, egyensúlyozó szerepét be tudja tölteni. Jelesül is, hogy azok a diákok, azok a fiatalok, akik még pályaválasztás előtt állnak, azok elegendő információ, vagy minél több használható információhoz jussanak, amely segíti aznak a döntésnek a meghozatalában őket, amely a jövőjükről, a későbbi boldogulásukról szól. Dönts jól, jövőd a tét! Ezzel a mottóval hívják fel a diákok figyelmét a pályaválasztás fontosságára. Nem csak szórólapok segítségével, hanem egy-egy standnál bemutatókkal interaktív módon is. Idén szeptemberben egy lényeges változással kezdődött a tanév a középfokú oktatási intézményeknél. Többek között erről is tájékozódhatnak a tanulók. Ezen túl három intézményi forma közül választhatnak a nyolcadikosok. Ha valaki szakgimnáziumba jelentkezik, akkor mehet egyetemre és főiskolára, 4 év után megkapja az érettségit, teheti emelt szinten, középszinten, és kap egy szakképesítést, illetve ha 1 évet ráhúz, akkor technikusi minősítést kap. Ha valaki szakközépiskolában megy, ez a korábbi szakiskola, akkor egy szakmát tanul 3 év alatt, gyakorlatorientált képzésbe, és ha van még igénye, meg szeretne tanulni, akkor 2 évet még ráhúzva, ha szabad így fogalmazni, megkapja az érettségét. És a szakiskola pedig a speciális területeket fogja a jövőben kielégíteni, tehát fogyatékossággal élők, vagy speciális tudást igénylők szakiskolába járhatnak. A pályaválasztási kiállítás standjai még pénteken is várják a szülőket, diákokat és a tanárokat egyaránt. A nyíregyházi rendezvény évről évre egyre több fiatal tud megszólítani. Hivatalosan 2 nap múlva indul a fűtési szezon, de a hideg idő miatt már sokan fűtenek. Szénmonoxid mérgezésről minden évben többször beszámolnak a katasztrófavédelem szakemberei, akik arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy néhány alapvető szabály betartása mellett elkerülhető a baj. Fontos, hogy engedélyezett és kifogástalan műszaki állapotú fűtési berendezést használjunk, illetve évente hívjunk szakembert azok felülvizsgálatára. Célszerű a szénmonoxid jelzők használata is, a megfelelő eszközök listáját a katasztrófa védelem honlapján bárki elérheti. Tavalyi statisztika alapján a megyében 9 szénmonoxid mérgezéses eset következett be, és 5-en sérültek meg ezen esetek során. Idén sajnos már meghaladtuk ezt a statisztikát, hiszen 11 eset során 20-an sérültek meg. Hála Istennek haláleset nem következett be. A szénmonoxid érzékelők elhelyezése segíti ennek a csendes gyilkosnak az észlelését, de csupán kiegészítő berendezése az egész folyamatnak. Még általános iskolás korban is az 5 éves védőnői vizsgálat adatait veszi alapul az orvos, ha valamilyen betegséget vesz észre a gyermeknél, ezért fontos a szűrés. Ilyenkor többek között az egyensúlyzavart és a fejlődési rendellenességeket is megállapíthatják, amelyeket lehet orvosolni, ha időben diagnosztizálják. Leggyakrabban hallási nehézségeket és látászavarokat állapítanak meg a védőnők az 5 éves státuszvizsgálaton. Rajzolni is kell a gyerekeknek a védőnői vizsgálaton. Ebből például azt tűrhető ki, hogy mennyire tud odafigyelni a részletekre és tisztában van-e a testrészekkel. De ezen kívül számos más dolgot is ellenőriznek a szakemberek. 5 éves korra már iskola kötelesek a gyerekek, és ilyen korra már bizonyos képességeknek ki kell, hogy alakuljanak, ami később mutathat arra, hogy tanulási zavara vagy más egyéb zavara lehet a gyermeknek. Amiket nézünk, az a testméretek ellenőrzése, tehát a testsúly, a testmagasság, fej, mellkörfogat, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, különböző képességeket nézünk, tehát hogy tud-e a gyermek számolni, hogy rajzolni hogyan tud, hogy az egyensúlyzavara nincs-e, fél lábon tud-e ugrálni, milyen a kis finom mozgás az ujjakkal, tehát milyen dolgokat tud megcsinálni, együtt tud-e játszani a többi gyerekekkel. A védőnő születésétől kezdve figyeli a gyerek fejlődését, azonban az 5 éves státuszvizsgálat a legfontosabb még iskolakezdés előtt. Ilyenkor van ugyanis az utolsó lehetőség készségfejlesztésre, ha bármilyen elmaradást tapasztalnak a gyermeknél. A leggyakoribb problémák közé tartoznak a hallási nehézségek, a látászavarok, valamint az éjszakai bevizelés. A vizsgálaton túl a szülőket is megkérdezik a gyerek állapotáról.
Évenként kell jönni szűrővizsgálatokra, ez volt az 5 éves státuszvizsgálat, itt most jelenleg mindent rendben találtak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy eljöjjünk minden éven, hiszen ilyenkor, ha van valami probléma, ami készségfejlesztésre szorul, akkor tovább tudnak bennünket küldeni. Azért is fontos az 5 éves védőnői vizsgálat, mert később általános iskolás korban is ezeket az adatokat veszik alapul, ha valami probléma jelentkezne a gyerekeknél. Így például akkor is, ha akár 6. 7. osztályban jelentkeznek a diszlexia vagy a diszgráfia tünetei. Hetedjére is módosítják a Fidesz által Gránit szilárdságúnak nevezett alaptörvényt, mondta a nyíregyházi tájékoztatóján Legény Zsolt. Az MSZP országgyűlési képviselője kiemelte, egy okafogyott és érvénytelen népszavazás alapján indítják el a módosítást. Érvénytelen népszavazás volt, ezt követően alaptörvényt akarnak módosítani a kormány, és úgy akarja ezt az alaptörvényt módosítani, amelynek semmi értelme nincs, sem közjogi következménye nem lesz, hiszen sem Magyarországon, sem az Európai Unióban semmi nem fog változni, kötelező kvóta nem volt, és ezután sem lesz. Ezen ez az alaptörvény módosítás semmit nem fog változtatni. Az a gyűlöletkampány folytatása, amely arra jó, hogy elfedje azokat a problémákat, amelyek az oktatásban, egészségügyben, és még sorolhatnám, hogy hol vannak ma Magyarországon. Demokráciában nem fordulhatna elő, hogy egy független laptól újságírók kerülnek egyik napról a másikra az utcára, mondta sajtótájékoztatóján Halmi József, az MSZP megyei alelnöke a Népszabadság megszüntetése kapcsán. Hozzátette, úgy véli, hazánk a diktatúra jegyeit mutatja. Más a megítélésünk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mert én azt gondolom, hogy itt a megyében még a sajtószabadság működik. Mindenkinek a parlamenti bejutás arányába, de azért a sajtótájékoztatóink megjelennek a megyei labba, és köszönjük szépen a megyébe dolgozó sajtómunkatársaknak, és köszönjük azoknak a médiumoknak, akik a mi hangjunkat is elviszik a megye lakosságához. Ez a demokrácia. Nemzeti konzultációt indít a Jobbik. Több mint 4 millió háztartásba küldik ki ezen a héten a kérdőíveket, amelyekkel az oktatás, az egészségügy és a korrupció témakörökben kérik ki a lakosság véleményét. A kitöltött kérdőíveket november 30-áig lehet visszaküldeni. Elemezzük, hogy milyen válaszok érkeztek ezekre a kérdésekre. Ez nagyon fontos, hogy nem irányított kérdések vannak, tehát mindenki szabadon választhat, és az eredményeknek az ismerete után a parlamentbe viszik ezeket a kérdéseket, és előterjesztések formájában fognak ezek megjelenni. Új hűtőház és egy sűrítő üzem is épülhet Apagyon. A munkahelyteremtő beruházásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte első hazai győzelmét a női kézilabda NB1 B-ben a Kisvárda Mastergood. Az 5. fordulóban lejátszott mérkőzésen Kovács Péter együttese 8-8-as félidő után 23-22-re verte az Alba Fehérvár csapatát. A bajnoki szünetet követően szombaton ismét pályára lép a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a 4. fordulóban az eddig győzelem nélkül álló Eger otthonában vendégszerepelnek. Új hűtőház és egy sűrítő üzem is épülhet Apagyon. A terület és település fejlesztési operatív programban kiemelten támogatottak a helyi gazdaságot fejlesztő beruházások. A 400-500 milliós fejlesztésekkel új munkahelyek is létrejöhetnek. 60-70 fővel bővülhet a foglalkoztatás helyben. Almát válogatnak az apagyi hűtőházban. A településen számos család a mezőgazdaságból él meg, valamint helyben a közmunka egy részét is agrártevékenységekre építik. Ez a hűtőház az apagyi ipari park területén található. Az ipari park cégeinél összesen 400 fő dolgozik, nem csak apagyiak, hanem a környező településekről 100-120-an járnak bedolgozni. Jelenleg elsősorban mezőgazdasági termékek feldolgozását biztosítják ezek az üzemek, fagyasztóüzem, leüzem, mezőgazdasági szolgáltatás, hűtőház, samanyító üzem, ami konyhakész termékeket állít elő. A településen a kisvállalkozások fontos szerepet töltenek be a foglalkoztatásban, hiszen minél több munkahely van helyben, annál nagyobb a lakosság megtartó ereje egy településnek. Az agrárcégek mellett egy bútorgyártással foglalkozó vállalkozás is működik a területen, ez a cég pedig közúti jelzőtáblákat, reklámtáblákat gyárt, útburkolatfestést, szalagkorlát építést vállal. További 60-70 fővel növelhető a foglalkoztatottság az ipari parkban, ha megépülhetnek azok az új üzemek, amelyre az önkormányzat Kft-je pályázott. Egy hűtőház, egy színes sűrítő üzem létesülhet pályázati forrásból.
fejlesztése be a pályázati a nagyságrend, a 4-500 milliós nagyságrend. Nyilván ezeknek az üzemnek ilyen nagyságú bekerülési összege van. Ennek a színes hűtő üzemnek, ezt emelném ki, ennek megvan a piaci háttere is per pillanat, és szeretnénk megteremteni a térségben egy közfoglalkoztatásnak egy háttér lehetőségét, úgyhogy ültetvényeket telepítenénk erre az üzemre. Elsősorban Málna, Ribizli, Eper, Áfonya, tehát ezeknek a feldolgozása válik, erre nyílik lehetőség, és hát bízok benne, hogy ehhez csatlakoznak további települések. A feldolgozó üzemek a mezőgazdasági termelőket is segítik majd. Egyébként ebben a pályázati ciklusban kiemelten támogatottak a feldolgozóiparra épülő beruházások. Súlyos baleset történt ma délelőtt Rakamaz és Tokaj között. Egy személygépjármű vezetője eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy vele szemben szabályosan közlekedő autóval. A balesetben hárman súlyosan megsérültek, egyiküket mentőhelikopterrel szállították a miskolci kórházba. Két autó totálkárosra tört, a rendőrök 2 órán át teljes útzár mellett helyszíneltek. Megszerezte első hazai győzelmét a női kézilabda NB1B-ben a Kisvárda Masztergód. Az 5. fordulóban lejátszott mérkőzésen Kovács Péter együttese 8-8-as félidő után 23-22-re verte az Albafehérvár csapatát. A kisvárdaiak legközelebb október 19-én Magyar Kupa mérkőzésen Orosházán lépnek pályára. Támadásban beragadt a rajtnál a hazai csapat, az első kisvárdai gólnak a 13. perc közepén örülhetett a közönség. A védekezés azonban rendben volt tekintve, hogy addig mindössze 2 gólt kapott Kovács Péter együttese. A folytatásban sem potyogtak a gólok, 8-8-as állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidőt a Kisvárda kezdte góllal, majd fokozatosan elléptek ellenfelüktől Dimitrovicsék, 4 gólra nőtt a 2 csapat közötti különbség. A vendégek azonban nem adták fel, felzárkóztak, és a meccs végén az egyenlítésért támadhattak. Roha azonban belepiszkált az utolsó paszba, így első hazai győzelmét ünnepelhette a kisvárdai együttes. Mondható, hogy igazi kézilabda krimit látott, tehát olyan fordulatokkal, vagy hát olyan izgalmakkal, ami nem mindennapos, mi természetesen nagyon örülünk a győzelemnek, és régóta várunk erre, főleg, hogy itthon is tudjam mérkőzést nyerni, és köszönöm Ritának a sportszerű gratulációját, és én úgy gondolom, hogy tehát a színvonalban nem is, de mégis tehát akaratban és versenyszellemben és különböző taktikai megfontolásokkal egy nagyon komoly csatát tudtunk vívni. Az EHF kupában is érdekelt fehérváriak edzője szerint sokat hibáztak játékosai, így megérdemelt a hazaiak sikere. Ennyi hibával, amivel ma játszottunk, főleg az első fél időben nem lehet játszani és 8 gólt lőni, teljesen mindegy, hogy otthon vagy idegenben, ez nagyon-nagyon kevés. Amire készültünk, hogy a nagyon nagy tempót diktáljunk és nagyon sok lerohanással játszunk, gyakorlatilag a védelmünk teljesen jól működött, gyakorlatilag saját magunk ellen fordítottuk a fegyverünket, már az első fél időben több lerohanás gólt kaptunk, mint amennyit lőttünk. A második fél időben igazából próbáltunk mindig felzárkozni, illetve fordítani, de hát nagyon buta hibákat követtünk el. A kisvárdai győzelemben kulcs szerepe volt Jekatyerina Dzsukevának, aki több bravúra segítette csapatát. Júliustól azért dolgozunk, hogy igazi csapatot alkossunk. Jó irányba haladunk, és ez a mai győzelem jelentős lépés volt a csapattá válás útján. Szerdán még 2 mérkőzést játszottak a női NB1-ben, a Győr 33-16-ra győzött Békés Csaván, a Debrecen pedig 22-22-es döntetlent játszott az Érdel. A bajnokságban 2 győzelemmel és 3 vereséggel álló Kisvárda legközelebb október 19-én Magyar Kupa mérkőzésen Orosházán lép pályára. A bajnoki szünetet követően szombaton ismét pályára lép a Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák a 4. fordulóban az eddig győzelem nélkül álló Eger otthonában vendégszerepelnek. 3 fordulót követően 1 győzelemmel és 2 vereséggel az NB1B keleti csoportjának 8. helyén áll a Nyíregyháza Blue Sharks. Az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót, így a csapatnak 2 hete volt a játék csiszolására. A szakmai stáb legfontosabb feladata az, hogy kiküszöbölje az eddig minden meccsen tapasztalható gyengébb periódusokat.
Abból adódóan, hogy fiatalok vagyunk, a teljesítményünk is hullámzó lesz. Biztos vagyok benne, hogy az egész bajnokság során sajnos nem fogjuk tudni ugyanazt a kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és azt a teljesítményt nyújtani, amit Debrecenben láthatott a közönség. Meg kell oldanunk, hogy ezek a hullámvölgyek minél rövidebbek legyenek, illetve lehet, hogy egy picit a hazai pálya most még feszélyezi a csapatunkat. Szeretnének bizonyítani, úgy gondolom, a srácok a hazai közönség előtt is, és ez egy picit rányomja a bélyegét a mérkőzéseinkre. Túl kell ezen jutni, kell, hogy jöjjenek a mérkőzések, biztos vagyok benne, hogy meg fogják tudni oldani, ahogyan haladunk előre majd a bajnokságban. A nevelőklubjához nyáron visszatérő Varga Márton az első forduló előtt sérült meg, de a center már bevethető lesz a hétvégén. Fájdalmaim szerencsére már nincsenek, erőben vannak kisebb problémáim, de igyekszem minden jobban teljesíteni és megmutatni, hogy helyem van a csapatban. A kék cápák szombaton Egerben lépnek pályára. A vendégek helyzetét nehezíti, hogy a 20 év alatti játékosok közül Fazekas Csaba és Keul Tamás is sérült, már pedig egy fiatalnak végig pályán kell lenni a mérkőzésen. Az Eger ellen játszottunk egy felkészülési mérkőzést, és nem igazán lehet azt mondani az Eger játékára, hogy tervezett kosárlabdát játszanak. Gyakran a szabályokat nem betartva mozdulnak a játékosok, nehéz az ilyen csapat ellen játszani, de mindenképpen nekünk bíznunk kell abban, hogy sokkal jobb az erőlétünk, mint nekik. Bíznunk kell abban, hogy keményebben tudunk védekezni, és nincs mese, leszegett fejjel kaparni kell annak érdekében, hogy meg tudjuk nyerni a találkozót. A negyedik forduló további párosítása a következő: Tiszaújváros Nagykőrös, Salgótarján Hódmezővásárhely, Debrecen Óbudai Kaszások, Békés Budapesti Honvéd és MASZ 2 Miskolc. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Újabb cég fejleszt Nyírbátorban. Az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger beruházásával 400 új munkahely jön létre. A zöldmezős 3,1 milliárd forint értékű beruházást a kormány 858 millió forinttal támogatja. A cég jelenleg egy bérelt épületben gyárt, ám jövő nyárra elkészül a 8000 négyzetméteres új üzeme. Tájékoztató előadások és gyakorlati bemutatók összesen 85 standon. Idén is várják az érdeklődő tanulókat a pályaválasztási kiállításon. Felnőttképző szervezetek, közép- és felsőfokú intézmények, valamint számos munkaadó is bemutatkozik Nyíregyházán a Continental Arénában egészen péntek délutánig. Még általános iskolás korban is az 5 éves védőnői vizsgálat adatait veszi alapul az orvos, ha valamilyen betegséget vesz észre a gyermeknél, ezért fontos a szűrés. Ilyenkor többek között az egyensúlyzavart és a fejlődési rendellenességeket is megállapíthatják, amelyeket lehet orvosolni, ha időben diagnosztizálják. A Kölcsei Televízió híradóját látták október 13-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért, addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap csendes, őszi időre számíthatunk. Péntek estig a Kárpát-medence fölé változó nedvességtartalmú, a magasban több fokkal melegebb levegő érkezik. A talaj közelében azonban lényegesen nem változik a hőmérséklet. Éjjel változóan felhős idő várható, párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. Az északkeleti majd a keletire forduló szél helyenként megélénkül. Reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire felhős időre lehet számítani, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű. A keleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás kezdődik térségünkben. Szombaton gyengén és erősen felhős időszakok váltakoznak, majd késő délutántól délnyugat felől vastagszik a felhőzet. Szorványosan zápor eső, néhol zivatar is kialakulhat. A hét utolsó napján sok helyütt számítani kell esőre, záporra. A következő napokban is változékony időre van kilátás. Nagy részt erősen felhős, illetve borult lesz az ég. A jövő hét elején csak elszórtan, a hét közepén többfelé hullhat csapadék. Kissé enyhébbek lesznek az éjszakák. Szombaton átmenetileg erősödik, majd fokozatosan gyengül a nappali felmelegedés.